Jó estét kívánunk a nézőknek és vendégeinknek! Itt a Mindent vagy Semmit, az érdekes kérdések és értékes nyeremények játéka. Tartalmas szórakozás mindenkinek! Márta segítségével bemutatjuk nyereménytárgyainkat, melyek közül ma a Magyar Hírlap ajánlatára hívjuk fel figyelmüket. A Magyar Hírlap aranytelefonkártya játékban naponta 10 tár nyeremény, hetente nettó 100 ezer forint, és fődíjként egy színarany telefonkártya talál gazdára. Aranytelefonkártya elképesztően sokoldalú. Az ajánlat értéke 20.680 forint. Gazautók Magyarországon. Új erő, új forma. Kaphatók a Gaz Impexnél és 51 márka kereskedőnél. És most ismerkedjünk meg három játékosunkkal. Gyerekes István villamosmérnök, aki hetedszer játszik velünk. Számláján összesen 269 ezer pont van. Kihívói Maróti Győző, nyugdíjas gépészmérnök, valamint Barta Zoltán, programozó matematikus. És aki sohasem hiányozhat, a játékvezető Vágó István. Nagyon szépen köszönöm. Bizonyos jelekből arra következtetek, hogy Istvánt elkísérték a munkatársai, ugye jól tudom? Igen. Itt vannak, kezeket fel! Kezeket fel, akik a munkatársai. Hányan vannak összesen? Heten, mint a gonoszok. Én most megszámoltam, hogy hány ülés van ebben a nagy autóban. Tudja, hogy hány? Tudom. Éppen 7. És még hátul szállítani is lehet vele. Igen, ezt már én is megszámoltam. Kérdezzük, autóról akkor egyelőre többet nem. Jó játékot mindhármuknak. Én meg megmutatom az első 6 témakört. Sziget. SS elvek. Görög. 6-3. Helyes. Vagy Gyöngy. István. Görög 1000. Mugáné Pásztor Olga Miskolcról. A görög ABC K betűjét hogy hívják? Kappa. Kappa. És de Istvánnál így. Hamarabb kell megnyomni. Tessék István. Görög 2000. Ezüst apró pénz a régi görögöknél, ezt tették a halottak szájába. Az. Nem, az a rómaiaknál obulus. Volt, ez az obulus, így van. Zoltántól kell levonni, tessék is. Görög 3000. A régi görögöknél szabados életet élő fuvolás és táncos nő, többnyire rabnő, aki azonban gyakran igen művelt. Hetéra. Hetéra, így van, Győző, kitűnik. Tessék. Menjünk tovább a görögben. Görög 4000. Atlasz és az éj leányai, akik a görög hitrege szerint a távoli nyugaton az aranyalmát termő fát őrzik egy kertben. Ők a Hesperidák kertjéből. Győző vezet. Megyük tovább a görögökkel. Görög 5000. Nézzük meg ott, mi van. Délhús, a fontos családtag mai ajánlata a góliát vastag kolbász, a speciális tipholder és kulen, valamint a díjnyertes bajorsonka 5000 forint értékben. Vagy egy 5000-es kérdés csak önnek. Maradunk az élelemnél. Kérem szépen, egészségére. Kérje a következőt. Gyöngy. Gyöngy 1000, ugye? Horváth Judit Sziget-Szent Miklósról, a tenger fenekéről az értékes kagylókat felhozó személy. Gyöngyhalász. A gyöngyhalász, így van. Pedig ez így komoly zenei kérdés lehetett volna. Tessék, Zoltán. Sziget 1000. Baranyi Gábor Tamás Budapestről, melyik országhoz tartoznak ezek a szigetek? Guadeloupe, Mayotte, Martinique és Saint-Pierre szigetek. Melyik országhoz tartozik? Franciaország. Most előbb nyomni, és most nyerni 1000 pontot. Így van. Tessék, Győző. Tovább, tovább. Sziget. Tovább. Tessék mondani a számot is, jó? A 2000 gép, sziget. A gép ugyanis így ért. Szent Ilona, Bermuda, Kajmán szigetek. Melyik országhoz tartoznak? Anglia. Nagy-Britanniát, ha mond, az még szem. Így van, helyes. 6-3000. Hát a 6-3 magáért beszél, ugye? Deák Ferenc Salgó Tarjánról, az évszázad mérkőzése persze, de régen volt. Az istenek alkonya volt a Wembleyben, még sohasem láttunk ilyen labdarúgást, írta a Daily Mirror. Kik lőtték a magyar gólokat? 3 nevet kérek. Hidegkúti, Puskás és Bozsik. Nagyszerű, valóban is. 6-3-2000. Ki vezette a nevezetes mérkőzést? Leo Horn. Így van, holland játékvezető. Tovább.
6-3-3 ezer. Nehezednek ám itt. Hány magyar együttes adta a Nemzeti 11-et? Mindössze 3. Szóval tudja? A Honvéd, akkor Vörös Lobogónak hívták, és a Buzánszki volt a Dorokból. Így van. Kérem, tökéletes. Tessék Isten. 6-3-4 ezer. Melyik napon volt a mérkőzés? Hát, ha valaki ezt is tudja, meg ezek... Kedden. Nem úgy értem, hanem... Ja. Milyen dátumszerűen. 53. november 25. Tudja! Igen! Azt a minden. Kedden volt. Igen? Köszönöm szépen. Ezt majd még a kérdésbe küldőnek is megírjuk. Tessék kérni az utolsó kérdést a fordulóra. Gyöngy. 2000. Ezt hogy mondjuk magyarul? Kagylók és egyes tengeri csigák házának belső rétege. Gyöngyház. Gyöngyház, így van győző. És most hol járunk? Simon Mihály Esztergomból. A korábbi Velnök nevű település mai nevének eredete a monda szerint a... Ez Makó. Így van. Alvelnök és felvelnök is volt, ezt igen, tetszett tudni? És még azt is kellett volna mondani, hogy ott születtem. Ja, hát ezt így tőlem. Alvelnökön vagy felvelnökön? Felvelnökön. Alvelnök az kis zombor. Tessék választani. Tessék választani egy számot. Heteset kérném. Na most nézze meg István, hogy mi az öné ismét. Teljes érték féláron. Szeretettel várják a félpénzes könyvesbolt hálózat boltjaiban a metróvonalán, Újpesten a keleti és déli pályaudvarnál. Klubtagoknak további kedvezmények. Könyvet még nem is nyert nálunk, ha jól emlékszem, úgyhogy ez abszolút újdonság, de most győző fogadja Mártát. Ime az ajánlat. A fonti tejcsokoládéval mártott, mogyoróval vagy kókusszal dúsított töltött ostálya a gold, tartósan friss, ropogós. Fundi megédesíti a napot. Értéke 3000 forint. Győző édes szájú? Nagyon, nagyon szeretem a csokoládét. Akkor üzletet fogunk kötni. Igen, szépen, de megegyezünk. Na kíváncsi vagy. 3000 az 3000 egész ilyen csomag. Na, hát azért valamit engedjünk bele, 2000-re megveszem. Engedjünk 2000-et? Ön engedne? Kettőt engedjünk, úgy hallottam. Rosszul tetszett hallani. 2000-ér az öné, egészségére kívánok. Inkább nem sokára folytatjuk. Nem igaz, már megint. Derasból foltot kimosni. 40 fokon. Igen, az új perszillel. A forró vizet kíván a folt, de állj, a címkén azt látott tilos. Mostantól zöld az út. Az új Persil Green Power zöld ereje már 40 fokon ragyogóan tisztára mos. Ez valóban tiszta. Ilyen hatékony az új Persil zöld ereje. Új Persil Green Power. Bioaktív erővel a foltok ellen már 40 fokon. Két mérnök és egy programozó matematikus játszik egymással szemben. Most az utóbbi, Barta Zoltán, választ a következő 6-ból. 7 kenyér, magyarok, IV vagy valami más, ónő vagy számadás. Magyarok 2000. Hát ugye, kitalálták, miről van itt szó. Farkas Zoltán Binnyésről, híres magyar beat együtteseket keresünk. Melyik ez? A hazai popzene nagy hármasa közül ők Zenit néven kezdték pályafutásokat. Ez a Metro. Ez a Metro, hú, de sokat tud róluk. Tessék, Zoltán. Magyarok 4000. Talán a legfurcsább pályafutású és a legtöbb vitát kiváltott hazai zenekar. A 70-es évek elején ezen a néven alakult meg az első női együttes. Beatrice. Ez a Beatrice, így van. Tovább, Zoltán. Magyarok 6000. Az első vidéki zenekar, amelyik eljutott a hazai rock élvonalába, 77-es Ki mit tud zenekari győztes. A három testvér mellett Felkai Miklós gitározott. Az együttes 79-ben mutatta be a tévében zenés produkcióját Panoptikum címmel. Azt jelenti a nevük, hogy szín, debreceliek. Color. Beugrott, így van. Ez a Color együttes. István, rock zenében kevésbé? Kevésbé. Tessék, Zoltán. Legyen magyarok 8000.
tehetséges muzsikusokból álló 1980-ban alakult instrumentális zenét játszó hazai zenekar szerzeményeivel, hangszerelésével a jazz rock világához áll közel. Készítettek egy kb. 30 perces sci-fi paródiát, amely Marsh Bailey krónikát jelent meg. Ez a Solaris. Úgy van. Ez a Solaris együttes. Hú, István, de mérges, de hát néha ilyen is. Tessék, Zolt. Legyen a magyarok 10 000. Ezt én kitaláltam. 1963-ban alakult meg ez a zenekar, mint a 13. kerületi Kisbizottság Dixieland zenekar. Ugyanebben az évben Ki mit tud versengésen első díjat nyertek, 1977-ben jelent meg első hazai lemezük a Jöjj hozzám címmel. Kétszeres aranylemez lett. Ez az Express. 10 000-es lehetőség ment el. Továbbra is Zoltán vezet. Legyen kenyér 4 000. Monastori Tibornél Székesfehérvár. Az eperfafélék családjába tartozó trópusi növénynemzetség. Kenyérfa. Kenyérfa! Itt van. Tessék, Győző. Kenyér 6 000. Mezőban garasbetét. 1-6 hónapig folyamatos lekötésű lehet, és a futamidő végén a kamattal együtt gurul tovább. Kényelem, biztonság, kamatos kamat. Értéke 5 000 forint. Ez azért kellemes meglepetés. Kérem a garasbetétet. Természetesen, gondoltam. Tovább. 8 000 kenyére. Kenyér 8 000. Mit jelent magyarul ez a latin kifejezés, hogy panem et circenses? Kenyeret és cirkusz. Hát előtte is lenyomhatták volna, így van. Tessék, István. 7-6 000. Mendei Árpád Szegedről. A Hobo Blues Band is megzenésítette József Attila egyik versét, és a témakör neve benne van a címében, ugye a 7. Melyik ez a vers? A hetedik te magad légy. Ez nem rockzenei kérdés volt pusztán, kedves István. Zoltán. Legyen 7-4 000. Ki a hetedik? Gyorsan mondom, egy kimarad. Szundi Szende Habci Kuka Tudor Vidor. Morgó. Ott ég Istvánnál a morgó. Ugye? Vezet, ismét vezet István. Számadás 4 000. Dr. Péntek Márta Budapestről. Hány évig vándoroltak a zsidók a pusztán, még az ígéret? 40. De előbb nyomni, aztán mondani, Győző. Ott ég Istvánnál. Ő csak megköszönnek. A forduló végén. Számadás 6 000. A hegyi beszédben hány boldogságról beszél? 8 boldogság. 8 boldogságról. Így van. És akkor most hol járunk? Filipinyi Sándor Békés Csabáról. Az ország első fővárosa a föníciai alapítású erődítményekkel övezett Medina volt, amely a sziget közepén egy meredek hegyoldalon található. A mai fővárost a 16. században építették ki a sziget központjává. A Szent János katedrálisban őrzi Caravaggio keresztelő Szent János lefejezése című festményét. Május és október között minden városban festát, azaz vidám vallási jellegű ünnepét rendeznek a helyi védőszent tiszteletére. Az itt alapított lovagrend... Málta, így van. Mondtam egyszer, szigetet talán nem jól hallották meg. Ugye nem Máltán született, Győző, nem azért? Nem. Jó, nem. Tessék akkor választani egy számot. 13-os. Ott is egy eleménytájban, megnézzük. Skandi Maci. A szórakoztató rejtvénylap csak 49 forintért. Humor, karikatúra, rejtvény egy lapban. Keresse az újságárosoknál. Az ajándék értéke 5 000 forint. Ez tehát Győző, jó rejtvényfejtést kívánok. Azért megmutatjuk, hogy a történetesen valaki a számok helye iránt érdeklődik volna. Ott van a felső kikékített mellett a 10 000-es. István, ne bánkodjon, a 36 000-ből szerintem választhat kedvére. Legrészletesebb műsor a rádió és televízió újságban. Az egyéves előfizetés a Magyar Rádió heti lapjára 3380 forint. Rendszeresen hallgatja a rádiót István is. Remélem, rendszeresen nézi a televízió is. Legalábbis a mindent vagy semmit. Ez nagyon. Újságot még nem vett.
Nem, valahogy ez nem jött össze. Hát de vettem, igen. Illetve nyertem magyar narancsot, csak nem alkuttunk, hanem... Igen. Na, hát most viszont, ha gondolja, ezt a 3380-at... 2500-ért. Az öné. Jó olvasás. Ez legalább egy villámkérdéssel többet kell, hogy jelentsen. Nem sokára ez következik. Sok bajom volt a műfogsorommal, főleg evésnél. Nem tudtam, mit tegyek. Aztán a fogorvosom tanácsára kipróbáltam a Blendaden protézis ragasztót. A Blendaden protézis ragasztó pontosan illeszkedik a műfogsor és az infel színéhez, és egész nap tartó erős kötőréteget képez. Mintha visszakaptam volna a fogaimat. Blendaden protézis ragasztó. Ragaszkodni fog hozzá. Hetedik játékát játssza Kerekes István mérnök úr, és ebben a hetedik játékban ez az utolsó forduló, mindjárt megnézzük, ez hogyan sikerül. A villámkérdéseket Zára Péterné budapesti nézőn kérdései alapján állítottuk össze, az óra indul. Kifestette a Szabadság a barikádokra vezeti a népek című képet? De Lacroix. Helyes. Hogyan nevezték a görög mitológiában az istenek italát? Nektár. Nem, Ambrózia. Hogyan nevezzük a hengeres furat belső átmérőjét? Kaliber. Valóban. Melyik folyópartján van Babilon? Volt Babilon. Tigris. Nem, Eufrátesz. Ki fedezte fel a Hawaii-szigeteket? Cook. Cook bizony. Mi a filozófia szó pontos jelentése? A tudomány barátja. Nem, bölcsesség barátja. Szeretete barátja. Visszatérünk rá. Mi az olimpia jelszava? Magasabbra. Igen? Előr... Magasabb, gyorsabban, magasabbra, erősebben. Mi volt Győr latin elnevezése? Arabóna. Helyes. Melyik a legfiatalabb korú barna kőszén? Tőzeg. Lignit. Lignit. Ki Heraklész apja? Zeus. Na most akkor térjünk vissza néhány dologra. A tőzeg, bár fűtünk vele, de nem... Széntípus, a lignit a legfiatalabb, és ezen lehet, hogy Zoltán második helyen múlott. István filozofikus válaszára visszatérve, hogy bölcsesség szeretete, vagy tudomány barátja, én azt hiszem, hogy alapvetően nem különböznek ezek a dolgok. Ha megengedi István, én visszaadom azt a 3000-et, és nem vonjuk le a 3000-et. 6000-rel több, köszönöm, és így aztán egyértelmű, hogy Kerekes István villamos mérnök megnyerte hetedik játékát is. Köszönöm. A legtöbb kérdésre azonban a villámkérdések során Maróti Győző nyugdíjas gépészmérnök válaszolt, úgyhogy ő nyerte meg ezt. Az olimposztok kártyélos, a fehér szőlő, kék szőlő, valamint az almaszűr gyümölcslevekkel, az eredeti friss gyümölcsök zamatával ajándékozza meg Önt. A minőség csúcsa, Top Joy! Ez egyébként, kedves Győző, hozzá segítette ahhoz is, hogy a második legyen, ezért a Mezőbank 10.000 forint értékű karas betétjegye is az Öné. Gratulálunk! És hát valóban az utolsó pillanatban fordult így a dolog, de Zoltántól búcsúzunk ezzel. Jegyet rendelhet a Salzburgi ünnepi játékokra. Esély egy jó napra egy lappal, Pesti műsor, ingyen mozi jegyet. Hát izgalmas játék volt a vége, de úgy alakult, hogy ismét immár hetedszer István választ utazót. A 8-ast választom. És Farkas Zoltán dönti el, hogy a 25.000 forint értékű utazási utalványt mire váltja be. A többieknek is köszönjük kérdéseket, Istvánnal pedig hetedszer sétálom. Ez egy kicsit éles, lehetett? Igen. Itt azokban lehet nyugodtan. A Diéta magazin praktikus tanácsokkal heti étrenddel Önnek is segít egészségesen táplálkozni. Az ital, mely a Káli-medence kőzetrétegeiben természetes úton gazdag ásványanyag tartalmát felvéve évszázadok óta változatlan minőségben kerül Önökhöz. Kék kút kincse, Teodóra Kvelle, az ásványvíz. Beverly Hills, egy csepp Amerika. A Cosmopark parfümcsomag értéke 15.000 forint.
Az Elender Computer Kft. Ajándéka egy internet starter kit, amelyes számítógépes modemet, egy internet CD lemezt és egy havi korlátlan Elender előfizetést tartalmaz. Értéke 18.750 forint. A Polgári Nyugdíjpénztárban biztonságosan tervezheti saját és dolgozóinak nyugdíjas éveit. A Magyar Hírlap aranytelefonkártya játékának ajánlata 20.680 forint. Aranytelefonkártya elképesztően sokoldalú. Az Electrolux új radalpanel alumínium radiátora esztétikus kivitelű, kis helyigényű, kiváló hőleadó. Nagy méret választék, 10 év garancia, elérhető ár. Értéke 30.000 forint. A Fék konvektorgyártó RT új energiatakarékos 80 literes hőtárolós gázvízmelegítője kapható kéményes és kémény nélküli változatban. Ára 37.500 forint. Az energiatakarékos Gorenje a ruha mennyiségének megfelelően adagolja a vizet. A VA 402-es mosógép hosszú élettartamú, mert rozsdamentes acélból készült. Értéke 58.900 forint. Gazautók Magyarországon. Új erő, új forma, megfizethető ár. Az autók leasingelhetők, részletre is megvásárolhatók a Gazimpex mellett még 51 márka kereskedőnél. A tizedik sikeres játék után az autóval együtt öné lehet minden nyereménytárgy, amelyet az addig összegyűjtött pontjaiért megvásárolhat. Sőt, ha a 11. játékot is megnyeri, öné a nyerőmező. A kedves nézők ugye tudják, hogy a Népszabadságban két kérdés jelenik meg egyszerre, hiszen azon a napon tud csak megjelenni, ezért a második kérdés mondom el, és ez így szól, egy magyar operett szerző, híres magyar operett szerző nevét is kihúzhatják a betűsorból, ezt megteszik, marad néhány betűjük, ez egy görög betű nevét adja ki, egy görög betű nevét. Ezt küldjék be a Népszabadság szerkesztőségébe, és ha szerencsések, bekerülnek a 10 közé, akik ezt nyerik. Az Atrix hidratáló krém értékes hatóanyagai az aloe vera, a jojoba és az E-vitamin. Hidratálják és ápolják a kézbőrt. Gyorsan beszívódik, nem hagy zsíros nyomot. Atrix és keze fiatalos lesz. Ez volt a hetedik, kedves néző, kedves István, neki vegye a nyolcadiknak. Most már nincs visszaút. De még van 10 másodperce, ne hamarkodj el a döntés, tessék. Most, hogy már jól meggondolta. Tovább játszom. Hogy van-e visszaút, azt azért majd az ellenfelek is megmondják. Remélem a kedves nézők is ott lesznek a következőnél a viszontlátásra. Ön is indulhat az autóért, ha jelentkezik játékosnak. Kérdését továbbra is várjuk műsorunk címére. Kérjük a borítékon tüntesse fel, hogy kíván-e játékosnak vagy nézőnek jelentkezni.